Online környezetvédelmi vetélkedővel, hetente új feladatokkal várja elsőtől tizedik osztályig a tanulókat a Marosvásárhelyi Milvus csoport. Céljuk, hogy a diákok minél több időt töltsenek a természetben, és fedezzék fel, ismerjék meg az itt telelő madarakat. Készítsd el saját madáretetődet. Így szól az online vetélkedő első feladat felhívó szövege, amelyet nemrég tett közzé a Milvus csoport. A feladat mellett megoldási ötletekkel is szolgálnak, sőt az is pluszpontot jelent, ha a jelentkezők újra hasznosított anyagokból készítik el az etetőt. Mivel a csoportnak egyelőre fel kellett függeszteni az oktatási intézményekbe zajló környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeit, így most online játékkal kedveskednek a jelentkező diákok számára. A Környezetvédelmi Nevelés Milvus csoport nevet viselő Facebook csoportban hetente egy-egy feladatot osztanak meg a jelentkezőkkel, amely által még jobban megismerhetik a természetet, és több időt tölthetnek a szabadban. Mivel nem volt rá lehetőség, hogy személyesen találkozzak a gyerekekkel, és én tudjam őket kivinni a természetbe, úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy a számítógép mögül irányítsam őket, hogy ők menjenek ki, és ezért igyekeztem is ezeket a feladatokat úgy kigondolni, hogy ők minél többet kelljen, kimenjenek, meg figyeljenek meg valamit, ami a természetben van. Kis Réka azt is hozzátette, hogy a feladatok elkészítésére 2 hét áll rendelkezésükre, és minden beküldött munkával pontokat szerezhetnek. A verseny végén kirándulást nyerhetnek, emellett pedig lehetőségük lesz részt venni egy madárgyűrűzési bemutatón is.